Gátépítés, vasútfelújítás, csatornázás, útépítés. Mészáros Lőrinc cégei csak 2019-ben 265 milliárd forint állami közbeszerzést nyertek el. Ezek több mint 90%-a uniós pénzből valósul meg. Az Európai Parlament tegnap fogadta el a liberális frakció javaslatát, amelyhez a Momentum is csatlakozott. A párt Mészáros Lőrinc után Lex Mészárosnak nevezi az indítványt, amelynek lényege, hogy a jövőben szűrjék ki azokat a vállalkozásokat, amelyek tulajdonosai ellen korrupció vagy sikkasztás miatt eljárás folyik, és 5 évig ne juthassanak uniós támogatáshoz. Ha például egy a miniszterelnök falujából származó gázszerelő, aki amúgy az uniós pénzek 20%-át a saját zsebébe, ami Magyarországra érkezik, és mindeközben Magyarország leggazdagabb embere lesz, az egy ilyen korrupciós kockázat, amit ki kell szűrnünk. Erre irányul ez a javaslat. De a kockázat elég ahhoz, hogy róla nevezzenek el egy ilyen javaslatot? Van bármilyen bizonyítékuk arra, hogy Mészáros Lőrinc visszaélt ezekkel a pénzekkel? Azért neveztük Lex Mészárosnak a javaslatunkat, mivel a magyar közbeszédben Mészáros Lőrinc neve egyet jelent az indokolatlan meggazdagodással és a korrupció gyanús ügyletekkel. A közpénzek átlátható elköltéséért küzdő Transparency International jogi igazgatója szerint az ötlet jó, az elnevezés azonban nem szerencsés. Bírósági ítélet, de akár ügyészi vádemelés nem állapított meg soha olyat, hogy Mészáros Lőrinc vagy az ő cégei közvetlenül uniós csalásokban részt vettek volna elkövetőként. A Fidesz EP képviselője Dajs Tamás kérdésünkre úgy reagált, Mészáros Lőrinc és cégei közvetlenül nem kapnak kiemelkedően sok uniós támogatást, legtöbbször csak az uniós pénzből megvalósuló beruházásokra kiírt közbeszerzéseken győznek. Szerinte, ha az Európai Bizottság is elfogadja a javaslatot, az megnehezíti az uniós pénzek felhasználását. Cégen keresztül ma kerestük Mészáros Lőrincet is, szerettük volna megtudni, mit szól ahhoz, hogy a Momentum épp róla nevezte el az Európai Parlament elé vitt javaslatát, de nem reagáltak a megkeresésünkre. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.